Az egymás közti birkózás is része volt a Dunaferese által szervezett kéthetes napközis edzőtábornak. A fiatalok naponta 8-tól 16 óráig a Gulis György birkózó centrumban az edzések mellett különböző játékos programokon vettek részt. Napi két edzésen vesznek részt. Igaz, hogy ezek már egy kicsikét, ahogy az előbb is mondtam, már lazábbak. Elviszük őket uszodába, kiviszük őket a szabadba, kis számháború, kis fogójátékok a jó levegőn. Mind a mellett pedig azért a szőnyegen is eltöltünk egy-egy órát. A tábor elsődleges célja a csapatépítés volt. Tombor István elmondta, fontos, hogy a gyerekek ne csak edzéseken, hanem egyéb más programokon is közösen vegyenek részt, jobban megismerjék egymást és az edzőket, ezáltal megszeressék a közösséget. Olyan gyerek van itt, aki már aktív versenyző, vagy csak éppen ismerkedik ezzel a sportággal, akikkel az évközben elkezdtünk tanítani, közben elkezdtünk foglalkozni, azoknak megkínáltuk ezzel a lehetőséggel, hogy zárjuk le közösen ezt a tanévet, jöjjenek el ide hozzánk egy kis feltöltődésre, egy kis ismétlésre, és méltó befejezéssel zárjuk ezt a munkát. A két hetes napközis táborban a Dunaferese csaknem 40 birkózója vett részt.